my life I've barely spoken. Your words have been so broken. I've been under your hypnosis. Why did I sip that potion? I'm so done with holy ghosting. My birth, it is an omen. Lay me down up in the ocean until you see no motion. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. On your knees, show your devotion. My skin is black but golden. I'm not here for bragging, boasting. Ain't lying, I've been chosen. Mind is burning, heart's exploding. This is my magnum opus. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Na, jó reggelt, srácok! Azon ritka reggelek egyike van, amikor nem a liftből köszöntelek titeket, de azért már elfelejtettem bejelentkezni, hanem itt van lassan 8 óra, és amint említettem az előző videóban, megyek ki a Szabadsághídra jogázni, ha odaérek időben, és valószínűleg egy picit késni fog, de remélem, hogy az még nem lesz akkora probléma. Úgyhogy a kardió majd utána fog menni. 8-tól 10-ig van kiírva az esemény, de bocsánat, szerintem 9-ig fog tartani, de majd meglátjuk. Kíváncsi vagyok, milyen lesz, milyen feelinget fog adni, ezért meg is próbálok majd egy-két jelenetet gyorsan felkapni videóra. Nagyjából ennyi. Itt van az utolsó szombatja júliusnak. Ma nincsen már megflőrizés, nem fér bele a közepes szénhidrát bevitel miatt, úgyhogy most már ezt a 3 napot kell kibírni, és utána végeztünk. Tartsd velem a továbbiakban! Hídon gyakorolsz, jogázol. Ez a híd a kapcsolódást jelenti. A mai jogának, a mai joga gyakorlásunknak a témája a híd lesz. Varga Judit 2016-ban írt egy óravázlatot, az ő óravázza alapján fogunk tovább haladni a gyakorlásban. És ez a híd, ez egy szimbolikus jelentőségű, hiszen maga a jogaszónak is van egy kapcsolódás jelentése, ugye, hogy maga a híd is összekapcsol. Így arra figyelj most a mai gyakorlásod alkalmával, hogy tudatosan kapcsolódj a légzéseddel, kapcsolódj a tested mozgásával, kapcsolódj a körülötted lévő emberekkel, azokkal az emberekkel is, akik nem jogáznak akár. Kapcsolódj a várossal, a Dunával, és mindennel, ami körülötted van és benned van. Következő lépésedre nyújtulsz meg egy icipicit jobban fejtetővel felfele. Ha jól esik, akkor csukd be kellett a szemedet. Vezetsd a fókuszod, a koncentrációd a lépésedre. Lélegezz néhányszor orron keresztül, be és ki. Kövesd a lépésed útját. Tudatosíts, hogy jogázol. Jogázol együtt sokakkal. Találd meg a belső központot, találd meg a szív központot. Érítsd össze a kezedet a mellkasod előtt, két tenyeredet. Véget is ért a kis jogás tud. Persze sikerült tévednem, mert végül is 10-kor lett vége, tehát kitartott 10-ig. Nem csak 9-ig, ahogy gondoltam, de én 9 körül már megálltam a gyakorlatokra nagyjából, mivel 9-kor átadták a szót az egyik másik szervezőnek, és akkor már igazából az egész sokkal pörgősebb lett, ami nekem túl
sok volt, biztos feelinges az egész, úgyhogy ha az ember tudja követni a flow-t, meg tényleg úgy átmenni egyik pozícióból a másikba, hogy tudja, miről van szó. De az, amikor mondják, hogy és most emeled a füled, jobb kéz, hajlít, bal láb, begörbít, bemész magad alá, átfordulsz jobbra, és onnan kicsavarozz balra, fél, nem tudom mi, és már elveszte a fonalat a második instrukciónál, akkor azt egy kicsit, így főleg a diéta hatására is kezdtem azt érezni, hogy fúj, inkább ilyen mérges állapotba kerülök, hogy most akkor mi a szart kell csinálni, próbáltam nézni körülöttem, hogy mit csinálnak, de inkább úgy döntöttem, hogy ennek így nincsen értelme, és csak simán lazuljak el. Kicsit nyújtottam magamba, feküdtem a hídon, élveztem a feelinget, ahogy a szél szépen fújt át a hídon, és ott lehetett feküdni. Így összességében egy tök jó élmény volt. Most a végén kaptunk valami ajándéktatyót, ajándékcsomagot. Nem tudok, hogyha azt mondom, hogy nem voltam még soha ilyen éhes, vagy nem tudom, minden szart kívánok. Most ebben is van egy keksz, meg valami magvak, de kettő ilyen 200 plusz kalória, ami egyáltalán nem éri meg, hogy beáldozzak bármit is erre, tehát akkor amit én megeszek kézkült, és még csak 160 kalóriával vagyok. Úgyhogy ja, még megyek vissza a koliba kardiózni, viszont mivel tényleg rajta van az éhségérzet, ezért most a BCA-t azt bekeverem a kardióhoz, és azt iszogatom közben. Most is azért nagyjából vízivással próbáltam elnyomni az éhséget. Nem lesz könnyű ez a maradék két nap, az tuti, vagyis hogy három még a maival együtt, de valahogy most már végigcsináljuk. Így csinálom. Az, ami még egy kicsit zavaró volt az egészben úgymond, vagyis nem is tudom, hogy most zavarónak mondja meg, vagy pontosan minek, de ha nem uralának a hátamnál, annak még különösebben örülnék, de mindegy. Szóval, hogy nem nagyon mondanak progressziókat, tehát így, hogy kezdőként kijöttem, és sokszor esetettem, hogy miről van szó, mit csináljak, így éreztem, hogy minden szétfeszül abba a pózba, és akkor nem mondták, hogy ha ez nem megy, akkor nem tudom, erezd le a térded, vagy bármi ilyesmi, hanem csak úgy mondták, hogy mit kell csinálni, melyik pózból mibe átmenni, és a környezetemből próbáltam leszűrni, hogy akkor mit csináljak, és sokszor elvesztettem ezt a flow-t, ezt a szép áramlás mozdulat sort, és akkor az úgy már megtöri az egészet, megtöri a légzésed, szóval van még ahova fejlődni, de egyébként egy tök jó, már régen elindult kezdeményezés igazából ez a szabadsághidas jogázás is, és nem tartom kizártnak, hogy a közeljövőben még nem fogok jogázni többször is. A hajam pedig egy gyász, ezzel tisztában vagyok, ez végig idegesített is, viszont a vállam is szakad le, úgyhogy ezt most kapcsolom ki, és találkozunk később, tartsatok velem. Tadá! Nos, itt van este 9 óra. Most megyek le, tehát van a szombati kardió, 45 percet, meglátjuk, hogy letudva, olyan semmi nem fonnyasz meg ennyire, mint a lépcsőzés, bárki bármit mond, ez a legkillerebb kardió. Most még 15 percet levezetik a biciklin, aztán mehetnek a vacsik végre és lefekvés. Úgyhogy ennyi volt a videó mára, itt le is zárom,
köszönöm, hogy megnéztetek, tartsatok velem ebbe a maradék 3-4 napba, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna. Lájkoljátok a videót, és adjatok egy kis erőt akár kommentekkel, privátban, itt YouTube-on, bárhol. És tartás nektek, hogy a ti is diétáztok, ha augusztus végéig, akkor még nagyobb respekt. Sziasztok! You'll see the fines, I'd rather not get involved with you niggas. What's the problem, man? I'll solve all you niggas, huh? How you find when your time up? How you climb when your line stuck? Barbershop getting lined up. Yeah, your hair good, but your mind fucked. Super damn clear, Uber everywhere. This sound like Superman is here. Are you with me now? Said, are you with me now? In fact, it's good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? Stop and just look around. See if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot it, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look.